Akkor hát mindenkit szeretettel köszöntök. Előre is elnézést kérek, ha kicsit ilyen zavarosabb leszek, egy nem túl jó híreket kaptam, megpróbálok ezen túl lendülni. Illetve nagyon nehéz, amit múltkor elmondtam, hogy abból hogy csináljunk egy ilyen mederbe terelést, mert hogy azelőtt mindig egy adott téma volt. Most a téma az megvan, hogy tehát ahonnan elindulunk, hogy volt egy szerintem egy méltatlanul elfeledett, vagy nem egészen feltárt kiállítás 1985-ben, amihez nagyon komoly előélet tartozott, szellemileg, építészetileg és talán gazdaságilag, rendszerváltásilag is, ezt most már hozzá tudom tenni. Ez a Magyar Élő Építészet kiállítás, ami 1985-ben került megrendezésre, az akkori mezőgazdasági világkiállítás, lehet, hogy már akkor is Oméknak hívták, területén, ahol ez volt az első önálló egy pavilonban bemutatott magyar organikus építészet, tehát egy tematikus dolog, mert addig is azért, aki a szakmára odafigyelt, vagy érzékeny volt azokra már az elindult változásokra, ami nagyon sokákban aztán folytatódott mindenfelé, a táncház mozgalom például, a nomád nemzedék mozgalom, az a 85-ben ezek már mindenhol léteztek, de összefogva, hogy magyar organikus építészet, illetve ahogy az a katalógus borítóján van, magyar élő építészet, ez ekkor került először nyilvánosságra, azt is tudom mondani, hogy többé-kevésbé ezt az akkori kvázi hatalom, vagy ideológiai, meg nem támogatásával, de tudomásul vételével, mert nem tudtak már mit kezdeni vele. Az a nagy, én ott, mint egy ilyen zöldfülű fiatal egyetemista, visegrádi tábor, harmadik év folyamra jártam az egyetemre, vettem részt, építettem, és egyébként nagyon nagy, hogy milyen büszkeségnek éreztem azt is, hogy én ebbe ott lehetek. De itt van egy nálam sokkal szakavatottabb részvevője, Sáros László úr, aki szintén kiállított, válaszolt azokra a kérdésekre is, és április 8-án ő lesz itt, aki a saját kérdéseiről fog beszélni, meg ő hogy látta ezt a dolgot. Tehát ez a dolog egyik lényege, hogy én ezt szeretném, hogyha ezekről az emberek tudnának, hogy mi történt akkor, és aki akkor fiatal volt, mert mindenki fiatal volt. Vagy nagyon fiatal, vagy fiatal. Tehát azok ma már részben nincsenek köztünk, tehát róluk is szeretnénk nem is megemlékezni, beszélni, és illetve akik élnek, azok ezt hogy látják. Ez az egyik. És nagyon nehéz az a másik, ami nekem motoszkál a fejembe, hogy az az ominózus 14 kérdés. Ezért ezt minden alkalommal föl fogom olvasni, tehát mint a szájbarágás, vagy nem tudom mi, vagy el lehet én, hogy ez aktuális ema, vagy nem. Én azt se tudom, tehát egy mai fiatalnak ez mit mond? Mond-e valamit, ami akkor nekünk mondott? Illetve lehet, hogy a megbecsült idősebb generációnak is, aki erről nem tudott, mond-e valamit, vagy nem. Tehát az interaktivitását ennek a sorozatnak részben az is jelenti, hogy hát nem azt mondom, hogy kötelező, de válaszoljanak, akik már eljárnak, és hogy ők ma hogy gondolják azt. Lehet, hogy annak a 14 kérdésnek egy-két kérdése az idő múltával nem aktuális, de a tartalma igen. És akkor lehet, hogy át kéne fogalmazni. Tehát én azt is el tudom képzelni, hogy ennek a sorozat végén ezt egy ilyen új köntösbe bújtatva újból megírnánk ezt a 14 kérdést. És én mindenképpen szeretném ezt
közben erről egy kiadvány is készülne, ugyanúgy, hogy akkor. Tehát tehát hogy ez ne csak ilyen... Az előadásaim egy része, a nagy része az arról szól, hogy én beszélek, ti, önök meghallgatják, azt a néha végén feltesznek kérdés, egyébként egy ilyen nem túl aktív, inkább a passzív a jellemző, mert utána aki kérdezni szeretne, az mindig félrehív engem, nem akar a többiek előtt, ez egy tipikus, hogy mondjam, társadalmi jelensége a posztszocializmusnak, vagy nem tudom, hogy nem merek föltenni kérdéseket. Mert ez olyan, mint amikor beülök egy iskolába, és mondjuk egy építészet történetet egy szemeszteren végig tanulok. Tehát ez nem abból... Tehát valamit, ha meg akarok ismerni, az nem egy óra vagy másfél. Az felületesség, az nem az igazi. Tehát itten... ezért én majdnem minden alkalommal egy ilyen hosszú, néha kicsit árnyaltabb bevezetést is szeretnék elmondani az egészről. És akkor ugye itt is van már egy elágazás, hogy a elmentek és a köztünk lévők. Tehát Makovecz Imre, aki az egészet beindította, kitalálta, már rég nincs köztünk. De hát nélküle nem lehet, és ma részben az ő válaszaira koncentrálnék, meg arra a 11 kérdésem, mert múltkor ezt azért nem olvastuk végig. Mert az egy bevezetés volt. Én megpróbáltam úgy összegyűjteni az anyagot, és ez lesz a tematika, hogy aki válaszolt és kiállított ott, tehát ezen, akkor azt a kvázi kiállított anyagot már amennyire digitalizálva van, azt mutatnám be. Tehát hiába van olyan épület benne, ami azóta megépült, ha akkor csak tervet állított ki, és ez az egész kiállításnak a nyelvezete, hogy mondjam, fekete-fehér volt, tehát a tablóknak a... És az is nem a mai minőségben, én megpróbáltam azokat a tablókat betenni, ami akkor ott szerepelt. Tehát, mert ezt meg lehetne ma már színesbe, nem tudom, hogy bemutatni, meg megépültek épületek, meg felújították, de hogy lássátok, hogy mi volt az, amivel egyébként, hát hogy mondjuk, az országon túlmutató sikert tudtunk mi produkálni. Na most, tehát... Ja, a következő... Bármikor, bárki kérdezzen bele, vagy szóljon hozzá. Tehát, hogy ha én rosszat mondok, mert vagy nem értenek valamit, nem tudják. Tehát járjon az agy. Sem tudom, hogy ezeket mindig felolvassam-e. Itt van egyébként ez, ennek a digitalizált változata, tehát ez a Magyar Élőépítészet Bibliája szerintem, vagy az egyik. Lehet, hogy ez az Ószövetség és azóta készült jó pár új szövetségi rész, de ez egy ilyen alapmű, én azt gondolom. Egyre inkább, hogy amikor ez eszembe jutott, és elkezdtem otthon olvasgatni, és akkor rájöttem, azt a rohadt életbe. Hát itt olyan írások vannak, hogy ami elképesztő. Én ilyen okos voltam, mondom magamra, aki a legutolsó közt vagyok. Kiderült, hogy okosabb voltam akkor, mint most. Szóval ez... Tehát itt van, tehát ennek a felépítése, mondom, ezt megelőzte három németországi kiállítás, ahol egyébként, ezt múltkor vetítettem, ez a 14 kérdés német nyelven is megjelent. Tehát, hogy ezt nem ide írta az Imre, hanem ezt Nyugat-Európába. És ha jól tudom, azokat a kiállításokat, de besegít, részben az Erdély András is szervezte neki. Voltak olyan kapcsolatai. Tehát először én úgy tudom, hogy az organikus építészet az Finnországban jelent meg külföldön. Erdély András, Csete György, Makovecz, és nem tudom ki volt a negyedik. Ja? Igen.
És akkor onnan, de a német nyelvterület, a német kultúra akkor az nem egészen az volt, mint ma. Főleg, hogy az a szellemi, hogy van, gyökérzett, az antropozófia, az főleg a német nyelvterületen terjedett. Tehát Franciaországban nem találtam ilyet. Nem én senki, vagy Spanyolországban. Tehát a latin nyelvhez valahogy ez a steineri filozófia, ideológia nem jutott el. Miközben Németországban, hát ugye az első világháború előtt már ez ott volt, vagy még korábban. És egy nagyon komoly, olyan szellemi irányzat volt, ami ma is aktuális. Egyébként, ha azt az akkori kifejezésmódot, nem tudom, mit lehámozzuk róla, és csak a lényegét vesszük elő, amiben egyébként a Kampis Gábor, Makovecz és a Kálmán István voltak az elképesztő úttörői. Kampis Miklós. Ja, igen. Na már itt van, köszönöm, Gábor az ott ül hátul, igen, ők voltak. És hogy azt a steineri leírásmódot, szövegezés, hogy tudták lefordítani az ő korukra, és nem pedig ilyen alapvetésként kezelik, mint hogy sokan mai napig is ezt csinálják. De a szellemi irányzat lényege az nem változott. Ma sokkal aktuálisabb ebbe a nem tudom milyen válságban, akármiben, hogy mi történt akkor az első világháború előtt, alatt és közvetlen utána. És ebből nőtt ki Európában, Nyugat-Európából az az organikus építészet, amelynek ugye az, hogy organic architecture, az Frank Lloyd Wright írta le, mondta ki Amerikában, de ő walesi származású volt, tehát. És ebből az organikus építészetből csinált Makovecz Imre élő vagy szerves építészet. Tehát ez is van. Ugyan használják, hogy magyar organikus építészet, mert ez egy ilyen nemzetközi szó, mint a szendvics meg a víkend, de valójában a organikus, a szerves élő építészet, és az Imre ebben nagyon jól vonta bele Kós Károlyt. Tehát ugye ő a harmadik mester. Steiner, Kós Károly, Wright. És mindegyik több mint építész. Ami nagyon fontos, és ma ez is fontos. Tehát az építészet, én azt gondolom, hogy ez nem egy ilyen lesarkított szakma. Tehát aki azt mondja, hogy én építész vagyok, és hiszem mi az, hogy architektúra, az több mint építész. Tehát csak házat nem lehet műszaki, meg nem tudom milyen tudománnyal tervezni, ahhoz kell pedagógia, kell odafigyelni a közösségre, a történelemre, mi van a föld alatt, mi van a föld felett. Tehát az egésznek van egy olyan összefogó háttérbázisa, amiből akár csak egy pajtát meg tudok rajzolni. Tehát a végeredmény az lehet a legkisebb épület is. Nem az a lényeg, hanem hogy nem elvont és nem stiláris építészetet tervezek. Ez a legnagyobb baj a mai építészeti irányzatoknak, hogy úgy csinálnak modern házat, hogy fogalmam sincs, hogy a modernnek mi volt a szociális háttere, amikor az első világháború után megjelent. Tehát én csak leveszem a lapos tetőt, a hatalmas üvegfalakat, nem tudom mi, és teleszórom vele az egész várost. Én onnan tudom, hogy mikor áldozott le ezeknek a design stílusoknak, nem is kor stílusoknak a ideje, amikor ez Szatmárban a határ közelében megjelenik. Tehát amikor itt tüzébarok volt, és megjelent az első tüzébarokház mondjuk Máté Szalka után a határig, akkor mondom, Pesten ez már annyi igazam lett, mert jött a gagyiterrán utána stílus, ez a mediter. Ami, ha megjelent ott, akkor itt ennek vége lett. Jött az őszinte letisztult, ez a modernnek a ez egy méregdrága, használhatatlan építészeti irányzat. Nem tudom, mi jön most utána, tehát ezt nem tudom, de ezt már láttam egy ilyen házat Tyukodon, tehát az azt jelenti, hogy innen lassan ez ki fog vonulni. Most azt látom, hogy a sötét, szürke, fekete, fehér helyett már néha szín megjelenik ugyanazon a... De még azért van mit ezen
Hát most gondoljunk bele abba, hogy tervtanácsban vagyok, és behoznak egy házat, egy nappalit, aminek mondjuk onnantól eddig van egy nyithatatlan, kb. 20 négyzetméteres üvegfala. Így a saroknál találkozik. És megsüti a nap, és akkor mondom, és akkor nyáron mi van? Hát ott van a klíma, meg minden, de nem gondolod, hogy ez mekkora pazarlás? Nem. Nem. Mert hőszivattyút használok. Mondom, és? Az is rohadt drága, és baromi sok pénzbe kerül. És attól még felmelegszik a nappalim. Tehát, hogy egy tornátos paraszháznál maga a tornát csinálta meg, amit a hőszivattyúval pótolok. Nem azt mondom, hogy ilyenek, gondolják végig. Tehát egy fix, és amellett, hogy mennyibe kerül 20 négyzetméter ilyen három réteg üveg, hát abból én építek egy kis házacskát, nem tudom hova magamnak. De ez még így van, tehát hogy a építőiparban és az építészetben elképesztő pénzügyi pazarlás folyik. Na, ez az, amit mi nem csináltunk soha. Tehát ez a másik. Tehát azok az organikus, bocsánat, szerves élő formák, amik itt megjelentek, azok pont ez ellen is dolgoztak. Tehát, hogy olyan építőanyagokat használtunk föl, ami a környéken megtalálható. Tehát én az Alföldre nem akartam látszó ürömikőből lábazatot tenni egy házra. Mert 200 kilométert kell szállítani. Ahol a tégla honos sváb területen, hát természetes olyan, akkor használom a téglát, mert ez értettek a svábok. A magyar paraszgazda az épített, értett a vályokhoz, vagy az etet is lemeszelte. Fedés dettó ez, tehát nem perui palából fedem a családi házamat. Elmegyek Erdélybe, ott meg fából építek. Mert ott van a, tehát hogy, és ezt nem kellett megtanítani, ezt tudták. Tehát, hogy mondjam, ez a... És ami nagyon fontos, hogy van egy autóm, azt elviszem olajcserére, mert ezt előírják. Elviszem ide-oda, költök rá. Van egy házam? Hogy már megint újra kéne meszelni? Le kéne festenem a fa szerkezetet? Vagy kicserélni az elkopott műanyag pattintó elemes lószart a homlokzaton? Belehull a fenyőág a csatornába, kivágom a fenyőt. Tehát, hogy ezt csinálják. Az autót meg karbantartom. Holott régen a házat is kart. Tehát, hogy ez benne volt az emberekben, hogy tehát húsvétkor nem csak azért, mert jót tett neki, az egy tisztasági ünnep volt. Tehát, hogy az hétköznapi ünnepeinket, karácsonykor, meg más, meg díszít. Én ezt tanultam ettől az élőépítészet kiállítástól, mint egy ilyen taknyos zöld fülű, tehát ez, és ez a mai napig is bennem van ilyen elültetve is. Mint egy évelő növény, mindig megjelenik, nem mint a gyom, hanem mint egy évelő növény bennem ez a gondolkodásmód, és hál' Istennek a gyerekeimben is. Itt van egy olyan, hogy emberhez, szájhoz, hazához kötöttsége a közvetítő rendszerek átalakítását, a forma és anyag adekvátumát igényli, végül, amit a legfontosabbnak hiszek ebben az építészetben, tevékenységünk drámáját. Tehát ezt azért gondoltam, ez Makovecz Imrének az előszó ehhez. Csak ez folytatódik még. Ez a megszólítása ennek, hogy aki ebben részt akar venni, az vegyen részt is. Na, innen jön a neheze, a kérdések. Most én csak azt akarom mondani, hogy már megfogalmazni egy kérdést is, az mekkora tudást jelent, hogy... Tehát ma 20 percig kérdeznek egy tévériportban, ebben a médiakráciában, a demokrácia mellett. Igen, válaszolnám én. 25 percig válaszol rá arra a semmire, a semmi a köbön. Tehát, mi az a hajlam, ami téged a szerves építészeti formákhoz vezetett?
mert gondolom, a példaképek kiválasztása mögött a józan belátás mögött is eredetileg egy hajlam a személyiségnek egy sajátos hangulata áll. Na most, ezt sajnos nem tudtam úgy összerakni, és ez az én hibám, hogy rögtön ott legyen alatta a válasz. Én ezt most felolvasom, tehát ezt kinyomtattam, egyébként az előadás végén ott vannak. Tehát, hogy mit válaszolt, már is érdekes, hogy felteszek kérdéseket, és válaszolok magamnak. Pedig amikor én szerintem felteszek egy kérdést, én tudom, hogy mit válaszolnék rá. De azért válaszolt rá az Imre, hogy mi, én, az egyszerű, megértsük. Vagy segítsen, de azt is hozzáteszem, hogy ez a katalógus, meg a kiállítás 1985. augusztusában nyílt meg, és a katalógusban nincs benne Imrének a válaszai, ezt akkor októberben válasz, vagy jelent meg nyomtatásban, hogy ő mit válaszol. Tehát mi nem tudunk puskázni tőle, szerintem ez volt a lényege, hogy megjelentek a kérdései, és akkor mi nem tudtuk, hogy a mester mit gondolt. Na most, első, ha visszagondolok gyermekkoromra, személyes édenemre, a legfontosabb emlék az állandó elragadtatás állapota. A világ és én a szerelem legoppá. És mindjárt jobb lesz. Ez az. A szerelem legnagyszerűbb pillanatait éltük át. A világ a jelentések állandó áradata volt számomra. A személyiség hallgatta és látta a természet beszédét, a, idézőjel, földanya csodálatos arcát. Elmondok egy példát, ezt egyébként megjelent többször is a könyveiben. Szénás szekéren mentünk haza. A haladó széna epedán az eget néztem, fák alá értünk. A nap átvilágította a leveleket, forogtak fölöttem az ágak. Noha a nap tűzött az ágak és levelek között, a lelkes zöldek, lágy, kicsi levél lepedők között és vakított, hűen átfogott a fa élőlények rámeső árnyéka. Néztem a fényáradat, és zöld élősátor bonyolult és állandó változásai, és határozott erővel megtudtam, hogy vagyok. Az élő fény és élő árnyék mondta nekem, hogy vagyok. Döbbenetes szerintem. Később 5-6 éves koromra az akkor természetes vallásos nevelés hatására megszemélyesült Isten és Krisztus alakjává mindaz, ami korábban közvetlen, csak is önmaga szentségét jelentő lény volt. A fák már nem csak önmagukat jelentették, emberhez hasonlítottak, a felhőkben titokzatos emberi isteni arcot kerestem. Ragyogó, szerelmetes, mágikus létembe belekerült valami árnyék, az Isten szenvedésének árnyéka. Meretten néztem a keresztutak feszületén kivégzett Krisztusokat, hogy felemeljék fejüket és rám nézzenek. Számolatlan percekig néztem a csupasz feszületeket szobákban, hogy felragyogjanak. A káprázatok szenvedését kaptam a fény helyett. Kettős érzésem lett mindennel szemben. Elszakadtam édenemtől, árnyékos lettem, mint a kövek. Jött a háború, jött hosszú száműzetésre mindentől, ami közvetlen és igaz. A szerelem emléke azonban, ami a teremtett élő világhoz fűzött, nem múlt el soha. Építészetemmel magamat könyörögtem vissza ahhoz az élő világhoz, amely ma is itt van körülöttem, nemesen, csodálatos rendben, szemben saját fajtám társadalmával. Ez csak az első kérdésre válasz. Én ebből kettőt kiemelnék. Később 5-6 éves koromra. Mit élt át már 5-6 évesen, hogy ezek is visszaemlékszik rá? Én 5-6 évesen sehol nem voltam ehhez képest. Nem is biztos, hogy, amire én emlékszem 5-6 éves koromból, az óvónéni, meg nem tudom, jól megvertek a szomszéd gyerekek, meg mit tudom én, stb. Stb. És a másik, ami
Meretten néztem a keresztutak feszületén kivégzett Krisztusokat, hogy felemeljék fejüket és rám nézzenek. Tehát az a falu, ahol nyaranta fölnőtt, még ez a falu volt, ahol a nevezük Plé Krisztusnak, akárminek, amik jelekként megjelentek az út, tessék? Bádogisten. Tehát a útkereszteződésekben, temetőnél, ami mellett mindig el kellett menni, tehát ez nem, tehát egészen más képi világot kapott Makovecz Imre, vagy az akkori nemzedék, vagy az akkori világ, mint ahogy ma egy 5-6 éves gyerek, mondjuk, még a falun is kell neki közlekedni, mert egyrészt így közlekedik, vagy nem így közlekedik, tehát, és ott nem bádog isteneket néz a mobiltelefonján, tehát... És hogy ezt így, na mindegy, szóval ezek döbbenetesek. Második kérdés. Mi a szerves gondolkodás? Kész. Már ebben szerintem bele lehet rohadni. Törekvés csupán békében élni a természettel, hogy vagy ráébredés csupán, hogy a saját természetünk és a világhoz tartozik minden dialektika nélkül. Hogy a saját? Igen. Válasz. Megint az archetípus. Az édenre való emlékezés. Tehát ennél messzebb nem nagyon lehet menni. Tehát, hogy mi a szerves gondolkodás? Az édenre való emlékezés. Az emlékezés a vissza nem térő igazságra megmerevíti az embert. A nosztalgia hamis fénye hűvösé és fénytelenné teszi a fényeket. Lucifer és Arimán kizárja az embert a világból. Életem kegyelme folytán találkozhattam emberekkel, akik igaz tanítókhoz méltóan kiemeltek gazdag kiúttalanságomból. Megismertem Rudolf Steiner antropozófiáját. Steiner könyveit tanulva lassan megértettem, hogy van mód ambivalencián feloldására, igaz, amit mindig sejtettem, de szégyeltem kimondani. Fejlődésünk nem egyenes vonalú, a primitívtől a fejlettig, hanem ciklikus, hogy a világ velünk együtt egy egész, és csak természetünk kettős, hogy a múlt és a jövő nyitva áll előttünk, hogy a holtak jelen vannak a világban. Steiner áttekintése képes szemléletét adott életem minden pillanatában. Ő vezetett nyitottabb szemmel saját nemzetemhez is. Az antropozófia segítségével értettem meg a népművészetet, értettem meg, hogy ki a haza nagyhával. A szerves gondolkodás a szívet is használja a szó legtudatosabb értelmében. A szürke állomány mellett a titokzatos fehér állomány kapuja is felnyílik. A szerves gondolkodás úgy tud önmagáról, mint a fák, a napról és a földről. 85. Mikor született Makovecz Imre? 35. Hány éves volt? 85-ben? 50. És ilyeneket írt le 50 évesen, amikor az ember úgy, tehát 50 évesen más, még mással foglalkozik, még nem. Igen. És ez így, mert 85-ben írt. És vélhetően ezeket a gondolatokat sokkal korábban már tudta, csak most vetette papírra, vagy akkor vetette papírra. Hármas. Mi változott a világban, ami a szerves gondolkodást és annak irányát szükségessé tette? Megelégeltük az absztrakciót, és mentjük, ami menthető, hogy az általános félelemmel szemben az önismeret útján keresünk önálló válaszokat kérdéseinkre. Válasz. Európa közepét megszüntették. Közép-Európa missziója azon a téren, ahol eddig működött, lehetetlen. Tehát micsoda váltás van az első két válasz után erre a harmadikra? Nekünk közép-európaiaknak azonban élnünk kell minden körülmények között azon a téren, ahová átsodródtunk. Az élet zónája
zárójel, nem a tárgyak és nem a működés zónája, zárójel bezárva, hanem az, ahol Európa fölött a középnek élnie kell. Ebből a szférából szállunk alá, életünk érzék alatti területeire, hogy a világ folyását a magunk területén, hivatásunkon, szíven befolyásoljuk. Európa időleges szétszakítása az, ami viselkedésünket meghatározza. Megnyilatkozásaink maga az eleven gondolkodás. Természetében rejlik az az erő, amely összeköt és fénnyel világít, szemben azzal, ami szétválaszt és beárnyékol. Európáért gondolkodunk és cselekszünk, barátainkat és ellenségeinket egyaránt keressük a földi tereken, a megbékélés a világos megértés céljából. Szétszakított világban nem tudunk élni. Ez nem igaz már? Szétszakított világban nem tudunk élni. Egyre jobban szakítják szét a világunkat. Egyre kevésbé nem tudunk élni. Tehát, hogyha én látom a 20-30 éves generációt, nem találja a helyét. Nem tudja, mit csináljon. Vagy ezért, vagy azért, vagy amiért. Nincs hova kötődni. Hát én, amikor 20-30 éves voltam, rátaláltam Makovec Imrére, de ott volt a bitzene, a hippi mozgalom, a táncház, rengeteg olyan, ami ma nincsen. Na jó, menjünk tovább. A világ keleti-nyugati alternatívája milyen károkat okozott? Látható-e a világban olyan mutáció, amely a kettősen működő manipulációnak eredménye? Van-e a szerves gondolkodásnak erre válasza? Van-e módszere? Na jó, lehet, hogy nem érünk végig a 14 kérdésnek, akkor majd pótolom. Tessék? Nem, legközelebb a Laci jön, tehát akkor majd utána, tehát... Isten tervében él az égi birodalom, és él emberek szívében is, amíg meg nem szakad. A jó és a rossz, a sötétség és a világosság, a gazdagság és szegénység, a tartó szerencse és a folytonos szerencsétlenség földrajzi megvalósítása Nyugat és Kelet-Európa kettősége leállítja Európa történelmét. Ha ketté osztottságunk sokáig fennmarad, Európában megáll az idő. Kinek jó a török vendégmunkás, agresszív nyomorúsága és kitaszítottsága? 85-ben írta ezt. Kinek jó a belga kispolgár, körülúdvarolt burzsoá fölénye Budapest utcáin? Brüsszel. 85? De most tényleg. Kinek jó az Amerikából megvásárolt európai zseni? Ez a nem tudom milyen NGO, meg nem tudom milyen... De. Kinek jó Kelet-Európa pusztáinak szegénysége és némasága? Kinek jó, hogy Európa egyik fele eladósodva feszesen csillog, mint egy sohasem volt múlt állarca, a másik fele pedig arcát veszíti a bűntudattól, és úgy kell éreznie, hogy annyit ér, mint ahány kiló színhús. A megosztottságot elfogadni és diktált lehetőségei szerint élni egy új tudatot eredményez, a vesztes tudatát, melyet a félelem sötétsége hat át. A fegyverek békés egyensúlyának gondolata a szívekbe vitt a tömeges félelem, igazodás a tehetetlenség bénultságát. E félelem alatt minden igaztalanság virágzik. A kollektív megfélelmítés az emberek figyelmét a teljes pusztulás rémére irányítja, és szabad utat enged a pénznek, a faji megkülönböztetésnek és az okkult gyilkolásnak. A félelem a lelkekben és az automatizmus a természetben, a tervezett és irányított hírszövet a tömegkommunikációs eszközökben és a számítógépek nemzetközi lánca, ezeken az 85, én akkor nem is láttam számítógépet, mint a satú két pofája szorít bennünket neurotikus, sors nélküli fogyasztóvá, vakká a természettel szemben, a saját természetünkkel szemben is.
Az ember hármasságából, a test, lélek, szellem egységéből egy belső kettőség kezd kialakulni, a szellem nélküli egyet típusa, akit létében sért a szellem bármilyen megnyilvánulása. Ez az a legveszélyesebb mutáns, amelyik szellemet csak pénzben és a hatalomban lát. És ennek megszerzésére természetesen nagy erejű akarat szabadul fel benne. Ő az, aki a sorokat olvasva gúnyosan mosolyog, az emberiség kettéosztásának képlete valószínűleg beválik. És a fejlődésben az egyik elmarad, és egy idegen idő törvényei szerint él majd tovább. Ezt az irtózatos veszteséget Lót feleségének sorsát kell elviselnie a kiszolgáltatott utánsoknak. Vajon hányan tudják, hogy ki volt Lót? Nem mint tülőktől kérdezem, a mai fiataloktól. És hogy mivé vált felesége? Csóvá. Kővé. Hát vagy kővé. Én úgy tudom, visszafordult, és kővé vált. A szerves gondolkodás és ezen belül a szerves építészet a társadalom mély rétegeiben dolgozik. Szolgálatot végez, elemi szolgálatokat, olyan épületet épít, amely alkalmas, önálló, méltóságos, önmagukat ellátni képes személyek és közösségek szolgálatára. Tárgyai, épületei folytatják az élővilágot és megjelenítik az ember ősi arcát. Van-e a szerves gondolkodásnak erre válasza? Van-e módszere? Szemben az új racionalizmussal és az új eklektika minden változatával épületeit nem a múlt montázsából építi, az iróniát elveti. A szerves építészet nem művészi módon válaszol. A jelenlegi társadalom nem jelent kihívás számára. Mozdulatai az építészeten kívülről indulnak. Az élet és ezen belül az ember élete a szerves építészet területe. Tehát ez megint nem csak egy ilyen építészet teoretika. Nem, ugye? És akkor abba kell belegondolni, hogy ezt felkelek, és így gondolkozom, így élek. Lefekszem, így álmodok. Tehát nem az, hogy van 8 óra rajzasztalnál dolgom, vagy a monitor előtt, hanem a sétálok az utcán, majd megyek vidékre, vagy nem tudom mi, ez ott van bennem. 0-24-ben vagy születéstől halálig. Ez ebben a fantasztikus. Na, 5-ös. Mi a tárgy szerepe a természetben és abban a környezetben, amely a Földet negligálja és föláldozza? Hoppá, ez most akkor ugrok, mert itt van ezeknek a válaszai, majd itt jön a tárgynak az a szerepe, ami a frigyládának, a keresztnek, a kézbe vehető kisisteneknek, ami az asszonyok homlokán sugárzó földerőknek a párta viseletében, ami a trónok jelenlétének a székekben. A tárgy azoknak az ősképeknek anyagiassága, amelyek az ember eredetére és céljára utalnak. Az automatizált gyárak, amelyek úgy gyártják a tárgyakat, mintha élelem volna egy új metatermészet szervezetei. Mintájukra így gazdálkodnak a földeken is. Ettől a módszertől a föld meghal, a haszonnövények mérgezett utánsokká válnak. Hát ez van ma a mezőgazdaságban, meg a élelmiszer. Hatos, hol vagyunk? Van-e geometriája a szerves építészetnek? Ma, ha az építészet geometriájára gondolunk, általában csak is a kocka jut eszünkbe. Ezt már Melokó Miklós is elmondta többször. De nem úgy gondolunk a kockára, mint egy jelképre, nem azt gondoljuk, hogyha kiterítjük síkba a szent hatost, és a keresztet kapjuk, a titkok végső kulcsát. Nem azt gondoljuk, hogy elmetve megkapjuk a Szent Hármast, az isteni hierarchia legfelsőbb számát. 4 oldalának négyesére, az anyagokban a megvalósuló világ szent számára nem gondolunk. Nem úgy gondolunk a kockára, hogy benne van a minden és a semmi.
A geometria eredetére és a tartalmára már nem gondolunk. A szerves építészetnek nincs geometriája, nem a törvényt fejezi ki. A szerves épület élőlény akar lenni, élő építészet, modelljét az élő világból veszi, szerveződésének alapja a metamorfózis elve. A szerves építészet nem frigyláda, nem kábakő, nem a szerződés törvényének hordozója, a szerves építészet a szabadság építészete. Bingo. Hetes. A tektonika a tárgyak nehézkedése, vagy a tárgyak kiemelkedése és felszabadulása a túlterhelés szenvedéséből. A szerves építészet a tiszta nyomás építészete. A föld felszínére feljövő elemi alakzat, amely épp úgy engedelmeskedik a napnak és a földnek, mint a fák. A túlterhelt anyag szenvedéseit a szerves építészet nem tűri. Nyomására betont, követ, földet, téglát használ, mert az nyomásra való, hajlításra a fát vagy az acélt. A szerves építészet kerüli a tisztázatlan szerkezeteket, melyekben kiszámolható diszharmónia van. Az anyagok az épületen mindig az átalakulás törvényei szerint változnak. Ahogyan a fa a föld anyagaiból a törzsön át, az ágakon keresztül a levelekig, és azon át a szellemi látás számára látható, fénylő auráig tart, úgy építkezik a szerves építészet is. Szerintem ez teljesen egyértelmű. Van-e ellenség a szerves világ szemléletnek és építészettekhez? A szerves világ szemléletnek nincs ellensége, mert a pénz és a hatalom erői csak tettei következményeit látják, nem abban az időben élnek. A szerves világ szemlélet átlát a határokon, mert nem a határokra figyel, míg a sötétség erői csak határok által látnak. Európa léte vagy pusztulása is csak attól függ, hogy látjuk-e még határtalan múltját és természetét, és a megvont határokat túlhaladó szerencsétlenségnek látjuk-e, vagy beletörődünk a határok determinizmusába, és hagyjuk, hogy gondolatainkat, érzéseinket ez befolyásolja. Mi van ebben nagyon egyszerűen? A szerves építészet az nem egy ilyen nacionalista építészet. Nem nemzeti építészet, több annál. Nemzeteken felüli, európai. Nem európai, hanem világi. Ezt egyébként mások is leírták, tehát hogy azért, mert Makovec Imre tanulmányozta, meg sokan mások is a magyar népművészet jeleit és formáit, ez nem azt jelenti, hogy mi a ilyen nem tudom, magyaros CH építészetet akarunk csinálni, hanem mert a magyar népművészet, az archetípus jelei sokkal régebbiek, mint hogy ezek a nemzeti dolgok kialakultak volna. És akik ebben mélyen foglalkoznak, abban nem a formalitást látják. Tehát egy kalota szegi szőttes, az egy képírás. Az egy olyan régi dolog, amiben nem csak ezt a motív, és akkor valaki ilyet föltesz magára, vagy kitesz a tiszta szobába egy ilyen vázat, attól az nem egy nacionalista, meg nem egy nem tudom mi. Tudja, hogy kell olvasni ezeket. Tehát a szerves építészetnek, mint a archetipikus jeleknek, az egy írás, egy elfelejtett olvasási, megértési és befogadási mód. És ez úgy mindig, mint egy búvó patak, mindig föltört. Tehát van, amikor azt elnyomják rendszerek, szocializmus, nem tudom mi, globális. Visszatér. Reméljük. Akkor 9. Van a szerves gondolkodásnak olyan karaktere, tartalma és célja, amely ellenfeleinek átláthatatlan. Elvették tőlünk az emlékezés természetes képességét. Ma már nem divat az apák tetteit ismerni, 85, mint ez mindig. Ma már nem divat a férfivá avatás követelménye. Zárójelben már az se divat, hogy férfi szót én használok, tehát.
sört. Miszerint hetedik ízlen tudni kell az elődök életét, reális emlékezést magunknak kell kialakítanunk. Az emlékezés olyan, mint járni egy valódi világban. Ebben a világban minden ott van, ami megtörtént, azzal együtt, ami megtörténhetett volna. Egyformán fontos mind a kettő. 10. A szerves építészetnek van-e kapcsolata a népművészettel? Itt lemaradt a kérdőjel. A népművészet üzenet egy régi szerves mágikus kultúrából. Ez a kultúra azokat az élőjeleket képviseli, melyek megfejtésére a szerves gondolkodás feladata és nagy öröme boldog ráismerése. A népművészetnek szellemileg nincs nemzeti korlátja, éppen hogy a fajok és nemzetek közösségét és eredetét tartalmazza. A népművészet jeleinek megértése és tartalma a szerves építészet tiszta forrása, a magyar szerves építészeté is. Mi a tiszta forrás? Ki mondta ezt ki először? Ki? From Cooling Springs, ez angolra, ez a kantáta profánának a csak tiszta forrásból. Így van, ez Bartók Béla értene. Nagyon szoros a párhuzam egyébként Makovec és Bartók Béla között, holott nem találkoztak soha egymással, meg így nem ismerték egymást. 11. Miért nem tudjuk elolvasni az írásos mintákat, ugye ezt már előbb? Miért hermetikus a népművészet azok számára is, akik csinálják, vagy csinálták? Ez megint egy hosszabb válasz lesz. Történelmünk egészen az időszámítás kezdetéig elválás és lehullás egy korábbi kortól. Ez Hamvas Béla, csak mondom, aranykornak hívta. Meg még bizonyos görög történészek és filozófusok. A kényszerű felejtés és a képzett emlékezés kora. Minden igyekezetünk ellenére olyan időszakadékba zuhantunk, melyből csak egy új, önálló lét emelhet fel bennünket. A népművészet ösztönös tevékenysége az új kultúrából kimaradt, hatalom nélküli néppé volt egészen napjainkig. Ma, amikor azt mondjuk, hogy nincs többi népművészet, zárójel Malonyai Bartók is ezt mondja a század elején bezárva, csak azért mondhatjuk, mert végre ráismertünk valamire, valami fontosra, és érezzük, hogy távolodik, mert attól az időről, amely eltávolodott tőlünk, a legfontosabb, amit mondhatunk, hogy távolodik és szűnik meg, és nincs többé. A népművészet mindig azt hitette el magáról, hogy az utolsó pillanatát éljük át. Az üzenet, az utolsó üzenet Árkádiából, az elmúló időből. Hiszem, hogy közeledünk a Teremtő Istenhez, és a jelek, ha önmagunkból újra megalkotjuk, egyre világosabban láthatók, egyre olvashatóbbákká lesznek. Gondolkozásunknak az élet szférájába kell emelkednie. Ha tudatunk szerkezete megváltozik, a téridő és élet összefüggései tartalmazó esrúnát is meg fogjuk érteni. Ezt tudják, mi az esrúna. Egyébként ott van a szobában bent. Lehet nézni. A népművészet jelei, tudom, hihetetlen és nevetséges ma még, a tudomány rész ismereteit fogják majd egységbe. 12. Ez még mindig az. Ott van. Az emberi társadalmat. Mert a természetnek tekintjük, mi benne ma a természettől idegen elem? Mi a célja ennek az idegen elemnek? A mai társadalom trendje úgy látszik, mintha a szellemtől megfosztott emberi világ békéjét akarná. A tömeges pusztulástól való félelem békéje, a romlandó tárgyak tömege egy, a természettől idegen világ képét mutatják. Olyan világét, mely mintha nem ebben a kozmoszban élne igazán, mintha innen csak az érzelmeket igényelni. Az elrabolt érzelmekét. Ez már nem a magyar népművészet Ormuzd és Arimán vívta harca, ez a mai sötét elem már nem Arimán fekete paripáinak fekete fellege,
Ez valami új békében raboló akarat. Egy új béke az ember szellemének csöndje, és a fák és állatok szenvedésének új drámája. 13, most már csak kettő van az emélyben. Mi ennek az idegen elemnek a jövője? Mi a jövője ezzel összefüggésben a szerves világszemléletnek? Mi az automatizmus alternatívája? A szerves világszemlélet feladata az, hogy tevékenységével nyilvánvalóvá tegye az emberek előtt választási lehetőségeiket, és az automatizált világ kényszerpályáival szemben példát mutasson, konkrét személyes példát, önálló sorsra, saját iniciatívákra, bebizonyítsa az egyén méltóságát, a barátság, a család, a gyermek, az öregek, a nemzet szentségét. Utolsó, talán ez egy. Mi lehet a szerves építészetben belül a mi magyarországi szerves építészetünk feladata, lehetősége? Mi a te lehetőséged, célod ezen belül? Mik a hiányaid, melyeket tőlünk, másoktól kell kitöltened, és mi az, amit te adhatsz? A kérdésben nekem egy olyan furcsaság van, mert van nagy divat, hogy mindenki letegez mindenkit. És ebben tegeződés van, de nem tegez. Nem tudom, ez érthető, hanem nagyon közel szólít magához. Tehát amikor bemegyek egy boltba, és egy 20 éves, nem tudom, el azt mondja, szia, mit akarsz? Akkor jó napot kívánok. Tehát. De ez nem arról szól, és ez az egyetlen olyan kérdés, amiben a tegeződés az utolsóban, a te megjelenik. Ezt úgy észrevettem. A válasz. A magyar szerves építészet feladata, hogy szolgálja az európai közép ezoterikus létét. Nem elkezdenie, hanem folytatnia kell a 19. században elindult folyamatot. E folyamatot nevekkel jelzem. Lechner, Malonyai, Medgyaszai, Kós, Bartók, Kodály. Én a nyelv ősi erejét, szürrealizmusát, ezen belül a népköltészet, népdal megfejtését, valamint a tárgyi népművészet jeleinek megfejtését tartom egyik forrás területemnek. A másik a világ szellemi látáson nyugvó, konkrét mindennapi szolgálata. A magyar szerves építészet 1964 óta, a velencei vendéglő megépítése óta újra él, házai sorra épülnek. Olyan kiváló építészeket mondhat magának, mint Csete György, Jankovics Tibor, Nagy Ervin és mások. Tudnunk kell azonban, hogy az az építészet, amelyet gyakorolunk, az a magatartás, amellyel élünk, csak előképe egy utánunk jövő nagy nemzedék cselekedeteinek. Mi csak előkészítői és folytatói vagyunk Közép-Európa igazi szellemi céljának, a nemzeteiben önálló testvériségnek, mi vagyunk azok, akik az utánunk jövők számára biztosítjuk az emlékezés, a folytatás lehetőségét. Jó, kiszáradtam, de... Na most itt vannak azok a tablók, amely az ő munkásságát mutatták be. Próbáltam, de aztán nem jött össze meg, hogy minden egyes kérdés után egy fényképe, de nincs így tulajdonképpen jelentősége. A katalógusban ezek szerepelnek. Lehet, hogy többet állított ki erre, így már nem emlékszem. Ez ugye a bejárata a kiállításnak. Nem? Ez a csárdának a... Csárda bejárat. Csárda bejárat, igen. Itt, ja, igen. A kiállítás az egy ideiglenes papír, ja, volt. De ezt is elbontották azt, nem? Hát a későbbiekben igen. Először a tetőt igazították ki, a lépcsőzetes tető helyett egy egybefüggő összesimogatott tetőt. Suba csárda, vagy hogy hívták, nem? Nem. Megnézem itt. Gulyás, ja. Hol van ez? Szexárd. Hm? Ez a cápa, nem? Cápa. Sió. Sió, de szexárd az oké.
Hát már nem egészen így néz ki. Ez hol van? Hát tőled jó, hogy tudod. Sáros patak az a lakóház beépítése. Hát az erre lefelé van a bodrog. Itt, ha bemegyünk, akkor Nagy Ervinnek a nem hattyú, hogy hívják azt. Patika házához jutunk. Na most itt van ez. Ez színes képe, nem találtam olyan feketét képet, ami ebben benne van. Ez megépíten az. Ennek a dolognak a lényeg, hogy tulajdonképpen itt tulajdonképpen egy emelt szintű tornácos házat. Tehát olyan szélesek ezek a gangok vagy tornácok, hogy ki lehetett tenni egy asztalt, meg két széket, és le tudott ülni, aki ott mögötte lévő lakásban lakott, aminek az alaprajz egyébként Schatzberg KB a háromosztatú paraszházra hasonlított, és előtte el tudott menni a mellettet. Tulajdonképpen ez követi a korábban ugyanilyen módon létrejött pesti gangos bérházakat, mert azoknak is a lényege ez, tehát hogy van egy gang, amiről lakóelőtér, pital, két szoba, és egyébként csak arra nyílik az ablak, tehát olyan, mint a harmadik emeleten csinálnék egy tornácos paraszházat. Ez már Bécsben nem igazán van, tehát megyünk nyugatra, ez nem létezik, ott ilyen középlépcsőházak vannak, tehát rászervezik ez. És egyébként ez a tornácos magyar paraszház, ez egy nagyon szűk területi mesdjén is létezik. Tehát elmegyünk keletre, ott is egy idő után megszűnik. Hát ez... Ez akkor már így nézett ki, tehát 85-ben, én ezt nem is értettem, mert 84-ben tervezte, nem? De ez a katalógusban is benne van. Mi? Vagy korábban? Körülbelül 4 évig. Igen, csak hogy építkezésre nagyon lassan ment, de itt van benne, tehát... Egyébként ennek a felújítási terveit mindent a Laci csinálta, ami most adtak el 2 éve, meg egy gyönyörű könyv jelent meg. Nem tesz, Jász kísér. Ez a faluház mozgalomnak az egyik ilyen első állomás, egy nagyon jó ház. Ez is most megújult egyébként többé-kevésből. Na és ez? Mindegy, ebből már könnyebb megtudni. Zala Szent László. Most volt hétvégén, meg előzött az Ég és Föld között című film az emegyen, ahol a Varga Tamás beszélt, ilyen fekete-fehér felvételen. Ő volt ennek a, mondjuk úgy, hogy népművelője, ma nem így hívják, hanem közösségfejlesztő, vagy animátor, vagy nem tudom mik ezek az ilyen. Akkor még népművelőnek hívták őket. És itt vannak ezek az régi képek. Ez még mindig nem készült el. 84-ben tervezte Szigetvár. Ennél töketlenebb önkormányzatot nem hordott magyar föld a felszínén. Most is épül még mindig. És az Imre nagyon szerette. És akkor bevitték terv, akkor is volt valami tervtanács, én tudom, akkor ilyen még. Kapott egy levelet, hogy ezek a Gandhi-szerű tornyok. Tehát még a Gaudit se tudták leírni. Ez itt a 12. kerületben volt, ez egy népház. Nem, közösséggel, Gábor. Szabadsághegy, igen. Ebből nem lett semmi, csak terv. De ez is ki volt állítva, csak azért tettem be. Tehát itt csak olyanok szerepelnek, amik azon a 85-ös. Hát ez Balaton Szabadi, Sóstó, Dózsa Major, azt hiszem, ahova megbízták az Imrét, és ő vitte le a Tamást meg a Bekepalit, hogy egy ilyen új faluközpont, városközpont, Siófokhoz, Balatonszabadihoz tervezze. Ez az út túloldalán a pusztába kint volt, semmi köze nem volt Siófokhoz, mert
Szabadi József és az Imrének több olyan kísérlete is volt, hogy nem egyed, tehát csinált egy beépítési koncepciót, de aztán a házakat külön-külön építészeknek odaadta. Tehát hogy, nem akarta egyedül megtervezni, mert az túl egysíkú, túl nem tudom mi lesz. És én amikor beléptem a Makuna kis szövetkezetbe, rögtön kaptam ezen a területen két családi házat. Hát azért, ha elmegy oda az ember, nagyon érdekes utat járhat itt be, mert tulajdonképpen ugyanez, mint telekosztás, nem tudom, megépül, de azért nem egészen azok a házak épültek meg, vagy alakították át, mint az akkori, egyébként az Imre körül, mondjuk a leendő Kós Károly Egyesülésnek az építészei dolgoztak. Tehát részben akkor elszúrták is azóta, de viszont én 5 éve voltam ott. Megmutattam a gyerekeimnek, hogy mi ez az egész, meg hogy ezt a két házat a papa tervezte ide. Az Imrének ott 3 háza is van, ami döbbenetesen megváltoztat egy ilyen rajzot, hogy ez ilyen 30 év, a növényzet. Tehát, hogy azért kiültettek fákat a ház elé, volt hely, meg minden, és az egésznek egészen más, ilyen lágyabb, oldottabb lett a hangulata, mint egy ilyen növénytelen, fák nélküli, bármilyen ilyen lakóparkot, amikor átadnak, azt szerintem katasztrófa. Tehát, hogy nem egy nőtt falu, meg, és mesélte a Porszombati Kovács Gyula, hogy régen ezt úgy kezdték, hogyha már tudták, hogy össze fognak házasodni, az sem ment úgy, hogy ki egyik napról a másikra, telek minden. Semmit nem csináltak, de 1 évvel az építkezés előtt már elültették a gyümölcsfákat. Korábban ültettek fákat, mint hogy belekezdtek az építkezésbe. Hát ez nagyon csúnya kép, ez a karancslapultő és a környékének a beépítése. Tulajdonképpen itt kezdett el először a főépítészséggel, mint rendszerrel foglalkozni, mert felvállalta egy-egy kis falu elhagyott bakonyi településnek a teljes építészeti jó gazda szerepének az ellátását. Ilyen látványterveket rajzolt oda. Van a családi házak épültek, de ezekből nem lett semmi. De tanulmányozta ezt a Malonyai könyvből mindenhonnan azokat a kvázi a palócokra jellemző népművészeti archetípusokat, és ebből építette fel az egészet. És akkor ennyi a mai napom. Köszönjük szépen. Lehet, hogy túl sok volt, nem tudom.